Most összecsapása kerekedett ki a találkozóból, bár 3-0-ra vezetett már az újvárosi csapat, 3-2 lett a vége, tehát a hőnáhított győzelem megvan. Hogy élte meg ezt a fajta Máté Szalkai felzárkózást a kispad mellett Nagy Lajos, a csapat edzője? Hát nehezen élte meg, az a igazság, mert én is azt hittem 3-0, mint sokan, hogy ez a mérkőzés megvan, és biztosan nyerünk. Érthetetlen ok miatt elkezdtünk kapkodni, rossz lett a játékunk, és így feljött az ellenfél. Maradjunk egy kicsit az első félidőnél, hiszen már ott is érezhető volt, hogy egy szervezett, lendületes kis csapat a Máté Szalka, annak ellenére, hogy a csapat 11 tagjából 9-21 év alatti játékos, de az első félidő végére azért sikerült 2 gólos előnyre szert tenni. Igen, egy kicsit kivárásra vártunk, az igazság egy teljesen új védelem volt, új csapat, ilyen szempontból rengeteg hiányzó, és ahhoz képest jól játszottunk, egy egészen más szerkezetben, mint eddig, és én azt mondtam a szünetben, hogy akkor van meg a mérkőzés, hogyha 4-0 az eredmény, így 2-0-nál mondtam, hogy vigyázzunk nagyon. 2-0 volt a félidő, a második félidő elején jött egy harmadik újvárosi találat, és ekkor már a nézők nagy része azt gondolta, hogy zsebben van a 3 pont. Lehet, hogy a játékosok is elhitték? Lehetséges, meg érthetetlen ok miatt elkezdtünk kapkodni. Nem tudom, hogy miért. Egyből passzoltuk a labdát, rossz megoldásokat választottunk, egyáltalán nem tudom az okát. És így tényleg ami benne volt ebben a mérkőzésben, a több gólos győzelem, biztos győzelem, jó játék, felszabadult játék, az nem jött ki. Végülis az, amit mondtunk a Máté Szalkai csapatra, hogy tele van fiatal, az a mi csapatunkra is igaz, hiszen 3 játékost kivéve mindenki 22 év alatti életkorú. Lehet, hogy ez abból is adódik, hogy a fiatal játékosok azért még hajlamosak arra, hogy többet hibázzanak, kapkodjanak. Biztos ez is benne van, de hát meg kell nekik szokni, mert meg kell azoknak is szokni, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, hogy játszanak, és megmondom őszintén, az is belejátszott a cserébe, hogy voltak sárgalapos emberek, 3 embernek volt 2 sárgája, hogy nehogy a következő mérkőzésre valaki kisárguljon. Azért 3-2-re nyertünk, tehát azért gondolom, hogy van öröm az öltözőbe. Öröm volt, egy kicsit, ahogy bementünk, úgy nézett ki, mint egy temetői hangulat, mindenki magába roskadt, de utána azért csak én azt mondom, hogy ez egy győzelem volt bármilyen. Ezzel a győzelemmel ott tudunk ragadni az élmezőny végén, a középmezőny elején. Ez igaz, de én mindig azt tudom mondani, ezt mondtam eddig is, hogy nem azt kell nézni, én legalábbis nem azt nézem az elejét, hanem ami ki van tűzve, célkitűzés, a 6. hely, ott próbáljunk, és minél több pontot beszerezni, mert bárkinek jöhet egy hullámvölgye, és egy erős bajnokság, szerintem egy 10 csapat nagyon erős ebben a bajnokságban. Elég kiegyensúlyozott a mezőny, és vannak olyan csapatok, mint például a következő ellenfelünk, a Nánás, amely bármire képes. Például a múlt héten megverték a Böszörményt idegenben. Mire számíthatunk a Nánás otthonában a jövő héten? Nagyon nehéz mérkőzésre, és én szerintem a sérültek közül, ahogy beszéltem most is velük, nem hinném, hogy bárki is fel fog épülni, valószínűleg ugyanennyien leszünk, kevesen leszünk, összesen 15-en voltunk most is a keretben, és nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Ha egy kicsit a mai meccset egyénileg kell értékelni, akkor ki az a 2-3 ember, akinek a teljesítménye az átlag fölötti volt? Az igazság inkább az első félidő alapján mondanám azt, hogy nekem nagyon tetszett Kálai, egy gyönyörű gólt lőtt. Szerintem most Kovács Pistinek voltak nagyon szép labdája, jó játszott, Nagy Csabi agilis volt, gólt lőtt, szóval mindenképpen őket kiemelném. Ez már a 7. forduló volt, 7 forduló alatt van 4 győzelmünk és 1 döntetlen a Tarsolyban. Elégedette így a bajnokság első szakaszával? Persze, hogy én megmondom, hogy szinte elégedett vagyok, és az igazság, én úgy gondolom, volt benne egy pár pont, ami ilyen bravúr teljesítménynek. Bízunk benne, hogy lesznek még ilyen bravúrok, és a célkitűzéseket maradéktalanul meg tudja ez a fiatal csapat valósítani. Köszönöm szépen, és gratulálok. Én is köszönöm szépen. Mérkőzés legjobbja rovatunkban Kovács Istvánt köszönhetem, bár ugye a mester azt mondta, hogy Kálai Gábor és Kovács István, Kálai Gabi nem vállalta az interjút, de hát Pista, te is műveltél szép dolgokat a pályán. Hogy emlékszel vissza a találkozóra? A mester Nagy Lajos 2 részre osztotta, azt mondta, hogy az első félidő az szinte maradéktalanul elégedett volt a csapatjáték, a másodikban voltak ugye hiányosságok. Hát igen, az első fél időben végül is beteljesült az, amit kért tőlünk a mester, hogy minél jobban menjünk rá az ellenfélre, ez hál' Istennek gólokba is megmutatkozott. A második fél időben valami folytán
visszavettünk, leültünk, és akkor bekaptuk a két gólt, és nem mertünk játszani. Lehet, hogy túl korán jött az a harmadik gól, és ott egy kicsit megkönnyebbült a csapat, és visszavett a tempóból? Igen, én is így láttam, még belülről is, mert addig volt játék hátul, volt játék a középpályán. Onnastól kezdve megrúgtuk a harmadik gólt, onnastól kezdve nem. Ez mind, utána nem csináltunk semmit szinte. Milyen volt ez az ellenfél, hiszen nagyon sok játékos, a 21 év alatti játékos volt, tulajdonképpen 11 emberből 9. Nekem úgy tűnt, hogy ez a Máté szaka sok csapatnak megnehezíti majd a dolgát a későbbiekben. Biztosan megfogja, mert én úgy hallottam, hogy inkább román fiatalok alkotják ezt a Máté szalkai csapatot. Utánpótlás válogatottak is talán, ha igaz, amit hallottam. Úgyhogy én szerintem is még egy jó pár csapatnak meglepetés fognak okozni. De azért gondolom, hogy volt öröm az öltözőben, a 3-2-es siker is fölvidította a srácokat. Hát hogyne, persze. Hát alig vártunk, hogy végre egy nyírmadai úgymond baki után, illetve én azt mondom, hogy Sényőn, én azt mondom, az egy-egy bravúr volt. És most ez a 3-2, ez hátha megint ismételten elkezdődik megint egy olyan széria, ami az második forduló után következett. Jobb az idegenbeli mérlege a csapatnak. Tehát több pontot szereztünk idegenben, mint hazai pályán. Ennek mi az oka? Lehet, hogy a fiatal játékosok hazai pályán egy kicsit görcsösebben próbálnak bizonyítani? Van benne valami, én azt mondom. De én azt mondom, hogy most olyan 4 meccs fog majd következni, amit idegenbe is, illetve itthoni pályán is be kell gyűjteni.